November közepétől az eredetileg tervezett egy héthez képest 3 héten át tartott a kormány első oltási akciója. Csaknem 1,5 millió adag vakcinát adtak be ez idő alatt. A kormány januárban újabb akciót hirdetett, amely februárban is folytatódott. Ebben a hónapban oltási akciónapok csütörtök és péntek délutánra, valamint szombaton 10 órától 18 óráig érvényesek, de előzetes regisztráció után bármelyik napon felvehető a vakcina. Most februárban úgy folytattuk tovább, hogy most 203 helyen, 101 kórházban és 102 szakrendelőben az országban folynak az oltások, központi oltóhelyeken, és a házi orvosok pedig rendelési időben folytatják az oltást. Kifejezetten érdekünk az, hogy minél magasabb legyen az átoltottsága. A felnőtt korcsoportokban most már 70% fölött van Magyarország átoltottsága. Ugye ma már első, második, harmadik és negyedik oltást is adunk. Örömteli az, hogy több százezren az akció során fölvették az első oltásukat. Nyilván az a cél, hogy az oltási soron ők végigmenjenek. György István hozzátette, a második oltás követően 4-6 hónappal már érdemes felvenni a harmadik vakcinát, és ugyanennyi idő után javasolják a negyedik emlékeztető adag beadatását is. Kifejtette, az Omikron variáns hulláma éppen ezekben a napokban tetőzik, a várakozások szerint pedig rövidesen influenza-szerű járvánnyá szelidül majd a koronavírus is. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében is hatékonyan működött az oltások megszervezése. Operatív törzs döntése az volt, hogy létrejön egy országos oltási munkacsoport, és minden megyében létrejön a megyei oltási munkacsoport, itt Szabolcs-Szatmár megyében is természetesen létrejött kormány megbízott úr vezetésével. Ebben egyrészt népegészségügyi is kollégák, tiszti főorvosok, természetesen a kórház vezetések, házi orvosok képviselői, de katasztrófavédők, rendőrség képviselői, honvédség képviselői és minden olyan illetékes részt vesz az oltási munkacsoport munkájában, akinek lehet releváns feladata. Én azt gondolom, hogy példaértékűen hajtották végre eddig a munkát ebben a megyében is. Különös tekintettel arra, hogy a nemzetpolitikai érdekeknek megfelelően itt ugye a Kárpátalja vonatkozásában is kiterjesztettük az oltási tevékenységet, nem csak Ukrajna irányában, hanem mindenhol, akár a Kárpát-medencében, a szomszédos országokból is kijelölt térségekből fogadtuk Magyarországon az oltakozni szándékozókat. A felnőttekkel egy időben az 5-11 éves gyermekek oltása is folyamatos. Erre előzetes regisztráció után a kórházi oltópontokon vagy a házi gyermekorvosnál van lehetőség.